Korát meg hazudtolva szakszofonozik a 17 éves Havasi Kristóf János. A bonyhádi születésű zenész a budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolába jár, 6 éves kora óta tanul zenélni. Mivel most a Covid idején ugye csak online versenyek vannak, ezért videót kellett beküldeni, amit februárban készítettünk el a Bartók Rádió közreműködésével, és első helyezést értem el. Viszonylag korán eldöntöttem, hogy én zeneművészeti gimnáziumba szeretnék tovább tanulni, és egészen pontosan szerintem 7. osztályban, 8. osztályban döntöttem el, hogy a Bartók Konzit választom. Volt tanárom Selle Jói Jaroszláv segített a tanárválasztásban, és így esett Selle Jó Erzsébetre a lányára. Kristóf azt mondja, mind a felvételi, mind maga az iskola és a fellépések is inspirálólag hatnak rá. Szereti a koncertek előtti izgalmi állapotot. Nem féltem, inkább nagyon vártam, és jelenleg is nagyon szeretem. Inkább stressz, ugye alapból kellett készülni darabokkal, mert előtte voltam, ha jól emlékszem, 2 versenyen talán, tehát pont így benne voltam ebbe a hangulatban, meg a stresszbe. Úgyhogy kihívás volt, de nagyon élveztem az egész helyzetet. Kristóf nagypapája idősebb Havasi János, és édesapja ifjabb Havasi János zenészek voltak. Innen érkezett a komoly zene iránti szeretete, és valószínűleg a tehetsége is. Igazániból én akartam beiratkozni a zeneiskolába, mivel nagyapám zenész volt, és apukám is. A papa itt a bonyhádi fúvózenekart alapította, és trombitán játszott, de ugye karmester volt a zenekarba, apukám pedig az ő zenekarába játszott szaxofonon, és innen jött a szaxofon. Én mondtam, hogy szeretnék beiratkozni, ők mondták, hogy amit szeretnék, sport, zene, bármi, és én ezt választottam. Emellett sportoltam is, de a zene volt az első mindig. Miért pont szaxofon? Mert apukám szaxofonon játszott, és jó, ez volt a példa, és nagyon megtetszett már akkor a hangja, a kinézete, minden megfogott. Tavaly már jelentkeztünk ugyanerre a versenyre, de akkor a szaxofon kvártettünk el, azzal is első helyezést tudtunk elérni, úgyhogy idén szólóban próbáltam meg. 9. évfolyamban voltam ezelőtt utoljára versenyen, az országos szaxofon és klarinét versenyen 3. helyezést értem el, a nemzetközi szabadkai FEMUS versenyen 1. aranyhelyezést. Ezelőtt zeneiskolában vettem részt versenyeken, országos versenyen első helyezést értem el, megyein és regionális versenyen is első helyezést értem el, és a szabadkai versenyen voltam még előtte 2-szer, és mind a 2-szer első ezüst minősítést kaptam. Hát amit most kaptam meg eredményt, Gregory Markovics, Kalinkovics nem egy ismert zeneszerző, szaxofon darabját játszottam, azon vagy Concerto Capriccio, ez egy gyakorlatilag a Paganini témákra írt új variációsorozat, a másik pedig egy szonáta, Fernand de Crux szerzeménye, sem egy ismertebb mű, csak a szaxofonosok között. Engem főként a komoly zene érdekel, de emellett tanulok jazz fakultációt is a konziba, tehát a jazzt is nagyon szeretem játszani és hallgatni, és főként hallgatni. Hát a játékot is szeretném, csak ugye, ahol én nincs sok gyakorlatom. Popot nem igazán szoktam játszani, de azt is úgy szokták, hogy elkezdik mondjuk a klasszikus zenét, és akkor később inkább a pop tetszik nekik, akkor olyan darabokat játszanak, és afelé is mennek el, de nekem a klasszikus az első. Egyetemre szeretnék ugye ezután menni nyilván. Brüsszelben néztem ki egy nagyon jó szaxofontanárt, hozzá szeretnék tovább menni. BA-ra, utána MA-ra még nincsenek terveim, és majd
felnőtt koromban szeretnék ugye zenével foglalkozni, szívesen lennék szaxofontanár is, de mellette koncertezni is szeretnék.